Gartanapot rendeztek Kapuváron. Az egésznapos programsorozat a hagyományos veterán járművek és lovaskocsik bevonulásával kezdődött. Hagyományőrző lovasok felvonulását láthatják. Köszöntsük őket egy nagy tapssal. A Kapuvári Lóbarátok Köre Egyesület civil szervezet, mely 2006-ban alakult. Az Egyesület célja a Kapuvári Sonzás körzetében élők részére a lovasport megismertetése és megszeretetése. Ennek keretében a lovas hagyományok ápolása bemutatása. Már több éve rendezvényünk vendégei, amit ezúton is köszönünk. Tapsoljuk meg őket. Részletet láthatnak a Gartanapon készített felvételekből. Tisztelt hölgyeim és uraim! Sok szeretettel köszöntöm Önöket Szent István ünnepének előestéjén, a 9. Gartanapon. Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm dr. Gadányi Károlyt, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát, Hámori Györgyöt, Kapuvárváros polgármesterét, Kis Barnabást, a Detroiti Szent Kereszt templom plébánosát, Varga György gartai plébánost, Horváth László gartai önkormányzati képviselőt, Pavlocki Béla helytörténészt, és dr. Pintér Gábort, a Gartáér Alapítvány kuratórium elnökét, akit egyben fel is kérek, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Nagy-nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a 9. Gartanapon, Szent István ünnepének előestéjén. Aki kicsit figyelt, rendhagyó az ünnep, azért is, mert hát a himnuszt elénekeltük, meg azért is, mert a zászló a himnusz alatt felhúzásra került, az a trikolór, ami jellemez minket, Szent István ünnepén, ami összetart itt határokon belül és határokon kívül, vendégeink is vannak, akik, mint Barnabás atya, külföldről érkeztek, de azt gondolom, itthon vannak otthon. Nagy szeretettel köszöntöm még egyszer a protokoll vendégeket. Nagyon örülök, hogy a jó Isten kegyelme egyelőre kegyes hozzánk, hogy az időjárás megfelelő, hogy továbbiakban is folytassuk a programot, amely hasonló módon épül fel, mint a korábbi évek során. Mindig készülünk valami fajta meglepetéssel, majd ott hátul a köszöntők után egy úgynevezett Garta történelmi és turisztikai tábla kerül átadásra. Kérem, majd azért nézzék meg a nap folyamán, ha nem is egyszerre sikerül, de szép motívumok, írások, történelmi emlékek és fényképek találhatók rajta. Én itt ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét, aki a Garta nap sikeréért azt gondolom, hogy hozzájárul. Ez nem az én egyszemélyes KFT-m, ezt százszor elmondtam, és el is fogom mondani, és nagyon örülök, hogy ahogy polgármester úr is korábban mondja, és a város a legnagyobb támogató, amit ezúton köszönök meg neki, mert szeretünk olyan dolgokat csinálni közösen, amely mellé sok ember, sok civil szervezet, sok vállalkozó mellé áll, és azt gondolom, hogy így a sikerben, az örömökben, inkább ezekben, mint a bánatban közösen tudunk osztozni. Én nagyon szépen köszönöm még egyszer, ha névtelenül engedjék meg, hogy ne húzzam az időt, és ne soroljon föl mindenkinek a segítségét, aki egy icipici jó szándékkal is hozzájárult a mai történethez. Érezzék jól magukat, és remélem az idő még jól maradt, hogy tudunk egy kicsit szórakozni. Köszönöm szépen! És most tisztelettel felkérem Varga György gartai plébánost, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Gábor, ezt még te sem mondtad, meg előző éveken se
Majd odaállt a templomba, ünnepi köszöntés a prédikációban meg lesz. Én csak annyit szoktam mondani ilyenkor, és ezt most is mondom, hogy a legkisebbektől az ifjúságon át az idősebb korosztály is találja meg a megfelelő programokat, szórakozást, és nagyon-nagyon jól érezzék magukat ezen a szép napon. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, mint Gartai kapuvári, és mindig örülök, hogy itthon vagyok, és hogy ezen a napon is itt egy keresetlen pár szóban meghívhatok estére 6 órára ide a Szent Csend idő alatt a templomba is híveket, illetve Szent István tisztelő embereket, magyarokat. Igyekszem az ünnepi szónoklatban majd pótolni mindazt az üzenetet, ami ott a templomban illik, hogy elhangozzék. Annyit szeretnék mondani, hogy ápolom azt a magyar szolgálatot és szeretetet, amit itt itthon mindig tapasztalok, és örülök, hogy ennek az együttes megnyitónak, illetve ennek a mai napnak, Gartanapnak, és minden más holnap Szent Istvánt ünneplő közösségnek kívánhatok egy nagyon áldott, szép hétvégét, és maradjunk abban, hogy Szent Istvánnak, mint személynek nem csak azt köszönjük, hogy országot alapított, hogy vezette népünket, hogy elindította, hanem mi, akik most már az unokák vagy vannak még nálunk, még fiatalabbak, és későbbi jövő nemzedék, hozzá tud tenni ahhoz a küldetéshez, amiben magyarok vagyunk, keresztények, hívők, emberek, és majd egykor, ha hiszünk, és akiben van annyi hit, bátorság, szentek is legyünk. Így védelmezze ezt a hétvégét Szent István, és mindazok, akik mi annak a népe unokái vagyunk. Köszönöm. És tisztelettel felkérem Hámori György kapuelváros polgármesterét, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Majdnem úgy kezdtem az egészet, hogy csatlakozom az előttem szólókhoz, és akkor mindjárt az elsőt meg is húztam az első mondatokat, de természetesen azért nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit Kapuvárváros önkormányzata nevében is. Engedjék meg nekem, hogy Gábor már itt nagyon sokaknak mondott köszönetet ezért a rendezvényért, én pedig hadd mondjak ő neki köszönetet, hogy ismételten összefogta azt a csapatot, amely nagyon kemény munkával hozta létre ezt a mai napot. Én azt gondolom, megérdemelnek mindannyian egy nagy tapsot. És ugye a sok munka, aztán reméljük, hogy az idő kegyes lesz hozzánk, és nem hoz egy jó zuhit a nyakunkba, mert akkor a sok munka az egy kicsit, nem azt mondom, hogy kárba vész, mert eredménye mindig van, hiszen a gartaiak azért ezt a napot, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon számon tartják. Új dolgokról beszélt Gábor, igen, ez az kicsi mozzanat is, amit nem kellőképpen figyeltünk, de fölkuszott a zászló. A zászlórudra, és én azt gondolom, ez egy szép mozzanata volt mostani kezdésnek, illetve majd az a tábla, amely egy kicsit újdonságként itt áll majd ezen a téren. Hadd mondjam azt, hogy nagyon örülök mindig, hogy már 9. alkalommal kerül megrendezésre ez a rendezvény. Ez egy kicsit a gartaiak lokálpatriotizmusát és összetartozását is mutatja, és nagyon örülök annak, hogy ennek a kezdeményezésnek a kapcsán indult el a Hászhelyi városrészen egy hasonló rendezvény. Én azt gondolom, hogy ezeknek a kis közösségeknek igenis kell egy ilyen nap egy évben, amikor valóban egy kicsit demonstráljuk azt, hogy valamilyen képpen összetartozunk. Én kívánok a mai napra mindenkinek jó szórakozást. Remélem, hogy lényegesen többen leszünk. Úgy néz ki, az idő egy kicsit megijesztette az embereket, hiszen ennél lényegesen sokkal többen szoktunk itt már megnyitón lenni, és reméljük, hogy megúsztuk eső nélkül, aztán holnap pedig egy szép ünnepi napnak lehetünk részesei. Köszönöm szépen! Itt már minden szép, kedves szó amúgy is elhangzott, netán én csak ronthatnák ezen. Én köszönöm polgármester úrnak, a szervezőknek a meghívást. Nagyon örülök, hogy főtisztelendő plébános urak és más vezető kollégák is itt vannak, de ami a legfontosabb, itt vannak önök, kedves gartaiak, kapuváriak és mindenki, aki eljött, hogy megtisztelje ezt a rendezvényt, és hogy örüljünk egymásnak, mert az igazi mondani valója ennek a két napnak a találkozás, az egymás iránti tisztelet, szeretet, és hogy örüljünk egymásnak. Szebb cselekedet, szebb jobb érzés nincs, mint az öröm. Én nagyon örülök, hogy itt lehetek önökkel, és
Jó lenne, ha ezt a szép hagyományt továbbra is folytatnánk. Jó kezekben van, találkozhatunk jövőre. Kedves és nagyon kellemes együttlétet kívánok mindenkinek. És most, tisztelt hölgyeim és uraim, Gartai Történelmi és Turisztikai Tábla ünnepi átadásra kerül sor. Ezúton is szeretném megköszönni a Kisalföld Erdőgazdasági ZRT-nek, a jelenlévő Kóródi Sándor erdészetvezetőnek, Horváth János üzemvezetőnek, hogy a tábla alapanyagát, a kőrisfát rendelkezésünkre bocsátották. Köszönetet mondunk Pavlócki Béla úrnak a tábla grafikai tervezéséért, Kovács Győző úrnak a nyomdai munkáért, Magyar István úrnak az asztalos munkáért, Sós Attila úrnak a festésért, Horváth Frigyes úrnak a tetőfedési munkáért, Sós János, Magyar János, Szalai Pál, Kisenvencel, Kapói Pál, Csörgics Ferenc, Áder Attila, dr. Pintér Gábor uraknak a betonozásért, valamint köszönetet mondunk a Licskai Beton Kft.-nek az alapanyagért. És most tisztelettel felkérem Pavlócki Béla Pro Urbe díjas helytörténészt, akinek ezúton is gratulálunk nemrég megkapott kitüntetéséhez, hogy tartsa meg ünnepi átadó beszédét. Szép jó napot kívánok, kedves gartaiak, kedves kapuváriak! Amikor a Gábor megkeresett engem körülbelül egy-két-három héttel ezelőtt, hogy van egy ilyen lehetőség, ahol Garta múltját meg lehet örökíteni egy emléktáblán, akkor nagy izgalom lett túl rá rajtam, ugyanis 1663-ban alapították magát a települést, az önálló települést, és az elmúlt 354 évben elég sok minden történt. Így hát sokat kell gondolkodni azon, hogy mi kerüljön fel erre a táblára, és hát végül az volt az alapkoncepció, hogy próbálok érdekességekkel szolgálni önöknek. Érdekességek alatt például olyasmit értek, hogy a kedves gartai felmenők az 1700-as években például itt dohánytermesztésből éltek. Az egyházi témákat is próbáltam megjeleníteni magán ezen a táblán. Ez alatt azt értem, hogy a település mindhárom templomának az elkészítési dátumát megpróbáltam felvinni ide és rögzíteni, és igazából olyan momentumokat felvillantani, melyek Garta dicsőséges múltját hivatottak őrizni. Isten igazából azt tudom mondani öröknek, hogy Garta ma már nem önálló település, de én úgy gondolom, hogy az itt élő emberek mindig kihangsúlyozzák, hogy ők nem kapuváriak, ők gartaiak, és jól is van ez így, ugyanis nagyon sok egyesület van, ami a hagyományokat hivatott őrizni, és én úgy gondolom, és remélem, hogy ezzel az emléktáblával egy picit mi is hozzá tudunk járulni a gartai hagyományőrzéshez, és kérem szépen önöket, hogy fogadják ezt nagyon nagy szeretettel. Köszönöm szépen! És most megkérem Pavlócki Béla urat, illetve a jelenlévő protokoll vendégeket, hogy leplezzék le az ünnepi táblát. Terményáldás előtt még táblááldás következik, úgyhogy megkérem az atyákat, hogy áldják meg a táblát. Könyörögjünk! Istenünk, a Te igéd szentel meg mindent, áraszt ki bőséges áldásodat erre az emléktáblára és térképre és falu történetet megörökítő oszlopra, emléktáblára. Ami Urunk Jézus Krisztusnak feltárásával Te legyőzted a világot, áld meg és szenteld meg ezt az ajándékodat, töltsd el szívünket szent lelked örömével, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Felkérem Varga György plébánost és Kis Barnabás plébánost, hogy áldják meg a terményeket. Testvéreim, kérjük a mennyei atyát, és köszönjük meg jóságát, mert megadta a mindennapi kenyerünket és terményünket ebben az esztendőben is.
Áldigorunk mindazokat, akik vetettek, arattak, és az új kenyeret és a terményeket az asztalunkra tették. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áldjunk mindazokat, akik helytálltak a mindennapi kemény munkában. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg az új kenyeret és minden terményünket, hogy általuk szívünk is megújuljon, és buzgó életünkben kedvet teljék. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg az egész keresztény népet pásztoraival együtt, hogy életük örökké megmaradó gyümölcsöt teremjen. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg magyar hazánkat, népünket és vezetőit, ébreszt föl bennünk a hitet, hogy megértsük, nem csak kenyérrel él az ember. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg, Urunk, mindazokat, akik a nekik juttatott javakból jó szívvel adnak a náluk szegényebbeknek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy földi és égi ajándékaidért mindig hálásak legyünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Gondviselő atyánk, irgalmasságot határtalan, jóságot végtelen. Hálát adunk most minden jóért, amivel megajándékoztál bennünket. Kérünk, ezután se adj el minket, hallgass meg kéréseinket, és vezess el mindnyájunkat égi országod asztalához, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Uram, hallgass meg könyörgésünket, és a mi kiáltásunk jusson elé. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, te vagy az angyalok eledele és az örök élet kenyere. Kérünk, áld meg kenyerünket és minden terményünket, hogy azokat használva jóságodra hálás szívvel gondoljunk. Add, hogy a földi táplálék testünknek erőt, az élet kenyere lelkünknek üdvösséget adjon. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az ünnepi áldásnak a végén csak egy soros üzenet gartaiaknak, vendégeknek, kapuváriaknak, babotiaknak, hadd ne soroljam, biztos máshon is vannak, és főleg azok, akik ebben a nagy ünnepen részt vettek a kezdetben, és a ma esténket ne csak mint emberek, hanem mint Istennek ugye gyermekei is akarjuk eltölteni. Egy sor az üzenetem. Hol szeretet és egyetértés, ott az Isten, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi. Mert ahol Isten, ott szeretet, ahol szeretet, ott az Isten.